Dombóváron az 1956-os emlékműnél idézték fel a forradalom eseményeit a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházy Miklós technikum diákjainak, valamint Feszban Béla, Jászai Mari díjas színész közreműködésével. A művész Márai Sándor Menjből az Angyal című versével hívta életre a 65 évvel ezelőtti történéseket. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője beszédében arra világított rá, mekkora károkat okoztak a magyaroknak a forradalom leverését követő történések. Az egyetemisták 1956. október 23-ai követelései messze túlmutattak saját világukon, az ország iránti aggodalmuk hajtotta őket, mondta Dombóvár alpolgármestere. Az én édesapám orvostan hallgató volt, és részt vett a budapesti forradalomban, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez a mai fiataloknak is sokat jelentsen. Az ünnepi beszédeket követően a résztvevők mécsesekkel és főhajtással rótták le tiszteletüket a hősök előtt az 1956-os emlékműnél.